asszony. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szent Anna és Selma gimnáziumban, és hamarosan kezdődik az Avram Helyeskó országos természettudományi verseny. Kovács Szilvia alpolgármester asszonnyal beszélgetünk. Tavaly is találkoztunk már, gondolom most is örömmel vállalta el, hogy megnyitja ezt a szép versenyt. Így van, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét én lehetek az a személy, aki megnyitja ezt a versenyt, ennek a versenynek a döntőjét, és külön öröm számomra, hogy ez már 8. alkalommal kerül megrendezésre. Tudunk, hányan neveztek? Sok nevező volt, szerencsére minden korosztályt több csapat képviselt. Legfrissebb információim szerint a kicsiknél 10, a nagyoknál pedig 8 csapat indul. Természetesen elképzelhető, hogy a nagy havazás miatt mégsem fog tudni megérkezni mindenki a mai nap folyamán, de tudomásom van arról, hogy a diákok, a nevezők olyan elhivatottak, és annyira kötelességtudóak, hogy volt már olyan csoport, aki már tegnap elindult és megérkezett, és inkább itt aludt, csak azért, hogy ma biztosan meg tudjon jelenni ennek a döntőjén. Önnek melyik a kedvenc része ebből a versenyben, hiszen van gyakorlat, van elmélet, tehát kis előadások is vannak. Melyiket várja a legszívesebben? Nekem mindenképpen a gyakorlat és az előadások az, ami közelebb áll hozzám, hiszen aki nem ezt a területet műveli, hanem inkább a humán vonalon tevékenykedik, annak ez könnyebben emészthető és sokkal érdekesebb. Illetve én azért szeretem még a gyakorlati oldalát ennek a versenynek, mert ott igazán összegződik és eszenciáját lehet képezni a tudásuknak, és a gyakorlati életre is előkészíti a diákokat, ami úgy gondolom, hogy a munkaerő világába való beilleszkedésben nagyon fontos. Reméljük, hogy nagyon szép kis előadásokat is hallhatunk, hiszen tavaly belehallgattunk mi is többen, és tényleg szinte egyetemi szintű volt némelyik kutatás. Igen, olyanok sokszor, mint egy kis tudósok, és a lelkesedésüket látva, én úgy gondolom, hogy a szaktanárok és minden versenyfelkészítő maximálisan elégedett lehet a munkájával, és a hallgatók, a versenyzők hozzáállásával. Én akkor jó gyakorlatot és kis előadásokat kívánok önnek, és azt, hogy érezze jól magát azon a versenyen. Köszönöm szépen, én pedig a versenyzőknek minden jót, nemes versenyzést kívánok, és szeretnék gratulálni és megköszönni a szervezőknek, a felkészítőknek a munkáját, hiszen nem kis teljesítmény az, hogy ezt a versenyt már 8. alkalommal hozzák össze, úgyhogy gratuláció és elismerés neki a város nevében. Tisztelt igazgató úr, tisztelt zsűri, kedves versenyzők, tisztelt jelenlévők! Karcagváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi versenyen megjelent résztvevőt és látogatót. Elsőként szeretném átadni Domos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltsága miatt sajnos nem tud ezen a rendezvényen részt venni. Ahogyan hallhatták, már többször elhangzott a mai nap folyamán, hogy 8. alkalommal kerül megrendezésre az Avram Helyeskó országos természettudományi verseny. A dolgozatokon kívül laboratóriumi gyakorlat, tanulói előadás és írásbeli feladatok során kell megbirkózniuk a tanulóknak, a versenyzőknek a döntőben. Ez bizony összetett feladat, nem kis teljesítményt igényel, tekintettel arra, hogy természettudományos területen kell ezt megtenniük, ami valljuk be őszintén nem egy könnyű terület, sok esetben nem is olyan népszerű terület. Főleg most, amikor az elértéktelenedés korszakát éljük meg, amikor sajnos nem divat és nem sik a tudás, sokszor szégyelni kell azt, sokszor nem az értékek dominálnak, hanem a felszín, a külcsín és a beltartalomra oly kevés hangsúly terelődik. Ebben az üres, megüresedett világban élünk, és próbálunk meg egy picit értékesebb dolgokat letenni az asztalra, és ez is egyik része, ez a verseny, ennek a harcnak, amelyet ezzel az elértéktelenedett világgal mi próbálunk folytatni, és kitartóan próbálunk ebben valamilyen pozitív előrelépést elérni. A verseny szerepe fontos hozadék, tehát nem csak azért, mert most itt a hallgatók és a versenyzők a tárgyi tudásokat szélesítik, és gyakorlatiasabb alapokra helyezik rá el, hanem azért is, mert számos más hozadékkal is rendelkezik. Kitartásra, önfeláldozásra, együtt dolgozásra, önértékelésre, és még sorolhatnám hosszasan, mi mindenre ad lehetőséget abban, hogy részt vesznek.
Ennek köszönhetően én úgy gondolom, hogy ez az ifjúság, aki most itt ezen a versenyen részt vesz, és közöttünk van, nem fog elsüllyedni ebben az értéktelen masszában, ebben a szürke világban, ahol minden tárgyi tudás és minden intelligencia, minden belső érték nélkül lehet tartós, bár kérdőjelezem, hogy mennyire tartós, karriert építeni, és a celebek világában elsőként tündökölni, és a médiát meghatározó szereplővé tenni. Hányan jöttek el az ordidő ellenére is a versenyre, vállalva az út kockázatát, az idő zordságát, és számot adnak tudásukról, felkészültségükről. Éppen ezért látom ennek a versenynek a nagy szerepét, hiszen ez mind együtt van a mai nap folyamán. A szervezők kitartása, áldozatkész munkája, a felkészítő tanárok elhivatottsága, fáradtságot nem kímélő odaadással történő tanítása, a versenyzők versenyre való felkészítése, és ezért is szeretném minden elismerésemet és gratulációmat kifejezni feléjük, hiszen én úgy gondolom, hogy nélkülük ez a verseny 8. alkalommal már nem kerülhetett volna megrendezésre. Végezetül, hiszen nem szeretném húzni az időt, hiszen mindenki úgy gondolom, hogy a verseny hevében egy kicsit izgatott is talán, hogyan fog tudni teljesíteni. Christian Friedrich Hebel idézetét szeretném önök elé tárni, mert így hangzik. A természettudomány szolgál az emberiség fejlődésének legjobb mércéjéül, csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. Én kívánom, hogy ez a mai verseny ebben a megismerésben jelentős lépcső legyen, jelentős állomás legyen, és járuljon hozzá ahhoz, hogy a környező világunkat és önmagunkat is megismerni tudjuk. Én kívánom a versenyzőknek a mai nap során tudásuk legjavát tudják visszaadni, hogy a felkészítőjük is leadhassák munkájuk babérját. Kívánok még egyszer mindenkinek nemes versengést, a nézőknek, illetve a résztvevőknek pedig tanulságos és élvezetes napot, a zsűrinek pedig jó munkát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezen gondolatok jegyében a 8. Ábrahám Herskó Országos Természettudományos Verseny megnyitom. Egyedni Szűcs Judit igazgatóhelyettes a verseny egyik szervezője. Hogyan is készültek erre a versenyre, hiszen nagy az izgalom, a hó is egy kicsit közbeszólt, de gondolom, hogy azért nagyon izgul ön is. Természetesen izgulunk, mint minden Herskó verseny előtt. A szokásos módon készültünk, hónapokkal ezelőtt elkezdtük a versenyt szervezni. Gyakorlatilag az egész tanévben, minden hónapban ad egy kis feladatot ez a verseny. Természetesen, ahogy közeledik a verseny, egyre több a feladat, de természetesen megoldottunk mindent, nagy lelkesedéssel vártuk ezt a napot. Az időjárás tényleg egy picit közbeavatkozott. Ilyen Herskó verseny még nem volt. Eddig mindig tavaszias, majd hogy nem nyári időben készültünk, szedtük a virágokat a parkból, most pedig már hócsatázhatunk is akár a verseny ideje alatt. Úgy tudom, hogy most a korábbiakhoz képest is sokkal több csapat jelentkezett. Így van, az idén 24 csapat nevezett, a csapatok közül 18-at tudtunk behívni a döntőre, tényleg a legjobb dolgozatok szerzőit hívtuk el. Erre a rendezvényre egy csapat a hóakadályok miatt nem érkezett meg, de nagyon remélem, hogy a többi csapat nagyon színvonalas versenyen fog részt venni. Két korcsoport van, ennyit tudunk, és milyen jellegű feladatokat, hiszen itt vagyunk a laborban, ahol az egyik gyakorlat lesz, milyen jellegű feladatokat kapnak a gyerekek? Az idén először teljesen külön választottuk a két korcsoportot, a 9-10, illetve a 11-12-es korcsoportot. A szokásos a felépítés egyébként, tehát lesz laboratóriumi gyakorlat, lesz elmélet, illetve lesz előadás. Különböző helyszíneken versenyeznek a kicsik és a nagyok. Jelenleg, ahol vagyunk, ez a fizika terem, és itt a kicsiknek a laboratóriumi gyakorlatait rendeztük be. Összességében, tehát most így a kicsik-nagyok feladatait mondanám, lesz koncentráció meghatározás, vezetőképességmérés alapján lesz borsav tartalom meghatározás, vízvizsgálat, nitrit-nitrát tartalmat fognak megállapítani a gyerekek, illetve vízben oldott oxigén tartalmat határoznak meg.
már azért látta a dolgozatokat, ami a belépő volt a versenyhez, tavaly nagyon sok érdekes és tényleg nagyon tudományos dolgozatot is hallhattunk, gondolom most is hasonlóak voltak. Természetesen ezek a dolgozatok már nagyon-nagyon színvonalas dolgozatok, nyilván természettudományos témájúak. A tavaly évhez képest talán annyi változás, hogy természetvédelem irányában mentek el a dolgozatok, de a szokásos kémia, biológia dolgozatok is megtalálhatók közöttük. És van-e karcagi csapat, hiszen azt tudjuk, hogy a rendezőiskola az nem indíthat, sajnos gondolom, hiszen a gyerekek biztos, hogy szívesen versenyeznének, de van-e karcagi iskola? Igen, mint minden évben a református gimnázium képviselteti magát, úgyhogy szorítunk nekik is. Hát jó versenyzést kívánunk, és minél hasznosabb időtöltést a gyerekeknek, és minél jobb megoldásokat ezekhez a gyakorlati és elméleti feladatokhoz. Megköszönjük szépen, bízunk benne, hogy így lesz. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium csapata ismét bejutott a döntőbe, hallhattok itt az előbb. Konsz Tiborral, tizedikes diákkal beszélgettünk a háromfős csapat egyik tagjával. Hogyan készültetek erre a versenyre? Erre a versenyre tulajdonképpen mindenkinek ki volt osztva, hogy mit kell nagyon tüzetesen áttanulmányoznia, és mind a hármunknak megvolt egy adott téma, például nekem a kálcium és ennek jelentősége, én ezt nagyon, nagyon erősen átolvastam és áttanulmányoztam. Majd a PPT-t elkezdtük oldani, megint volt egy pici kis hiba benne, mert hogy mind a hárman vagy betegek voltunk, vagy máshol voltunk, de sikeresen túl vagyunk ezen a feladaton is, és szépen megcsináltuk szerintünk, illetve rengeteget laboroztunk, rengeteg időt töltöttünk a laborban, és már tulajdonképpen a fülünkön jött ki, már a kisfülünkből is kirázzuk ezt a labort, hogyha szükséges. Hát akkor reméljük, hogy így fog sikerülni. Jó versenyzést kívánunk neked! Köszönjük szépen! Csapat másik tagja, Makó Dorottya. Neked mi volt a feladatod? A csontokat kaptam, hogy nézzem át, mint témakört. És akkor erre hogyan lehetett készülni? Tehát mellé kellett ülni, és gondolom, hogy nézegetted, és akkor ez jól megy már? Igen, szerintem elég jól megy. Elég sokszor tanulgattam, átnéztem, rengeteg könyvből tanultam, úgyhogy szerintem egész jól megy. Persze mindent nem tudhat az ember. És a gyakorlaton ott mire számítasz? Tehát van kedvenc témakörötök, ami jó lenne, ha lenne? Kedvenc témakör? Bármilyen kémiai kísérlet, vagy biológiai kísérlet. Fogalmam sincs, hogy mi lehet, mindegy. Igen. Látom, nagyon izgulsz, jó versenyzést kívánok neked. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen. Csészabó Benz a csapat harmadik tagja. Te milyen feladatot kaptál? Én készültem a csapatnak a kémiai részével, én végeztem a kísérleteket és azoknak az elemzését. És van kedvenc kísérleted, amit remélhet, hogy esetleg valami hasonló most itt is lesz? Én a kémiai kísérleteket szeretem, szóval reménykedem abban, hogy lesz valami ilyen típusú kísérlet is a gyakorlat részben. És mennyit készültetek, hiszen itt kellett egy kis előadást is összeállítani, tehát ez nehéz volt, vagy kedvenc volt a témátok, amit választottatok? Az előadás során nagy segítséget kaptunk a kísérő tanárunktól, és így viszonylag könnyen ment a felkészülés a versenyre. És ki a tanárnak is segítettek? Karos Elvira tanárnő segített nekünk. Akkor reméljük, hogy sikeres volt ez a felkészülés, és jó versenyzést kívánunk neked is. Látod,